veledne mi történt, és mit csinálsz itt hajnali háromkor? Szóval az volt, hogy 8 órakor elindultunk ebbe a buliba. Már felöltöztünk meg mindent. Erre anyukám bejön, és rám szól, hogy... Na, hát ebben biztos, hogy nem mész a buliba. De, nagyon hideg van, nagyon de, hideg van, és ez a ruha de, egyébként anya, is nagyon, nagyon kihívó. És akkor végre elindultunk, és találkoztunk a többiekkel a Gália téren. Aztán felszálltunk a villamosra. Jegyeket, bérleteket! És nem volt nálam bérlet, azért le kellett szállnunk, és még fél órát váltunk a következő villamosra. És odaértünk az épülethez, és valami 20 percet bolyongtunk, mire meghallottuk a zenét, és bementünk a terembe. Na, végre megvan. Csatlakozzatok hozzá. Lépjetek be az auránkba. Aztán végül ténylegesen odaértünk a buliba, bejelentkeztünk karaoke-ra, és másfél órát vártunk a sorba, és már nagyon el akartuk énekelni azt a pálinka dalt. Ó, azt tökre szeretem, hogy az egy jó dal. Oda mentünk a DJ-hez, hogy most már tényleg nekünk kéne jönnünk. És azt mondta, hogy... Ja, sorry, 2 órával elnéztem az időt, szóval már nagyon rég vége van a buli. Aztán mentünk jazz dance-elni, ha már nem énekelhettünk. Kificamodott a bokám, és próbáltam hívni taxit, de nem árult a telefonom. És megkértem a haveromat, hogy ő hívjon taxit, de azt mondta... Bocs, lemerült. Jó, tudod mit, akkor hívok neked egy taxit.